Szent Eliás köszöntöm itt New Yorkban, és szeretném megkérdezni, hogy mindenki a YouTube-ról ismeri, és hogyan jutott el a szerves műveltségig? Hát az, hogy most mindenki a YouTube-ról ismer, mondjuk ebben az esetben azért ez nem mérvadó, mert hát természetesen az embernek van egy olyan élete, ami az ilyen technikai dolgok megjelenése előtti korszakra vonatkozik. Tehát nyilván arról van szó, hogy milyen szellemtörténeti, ha lehet így fogalmazni, nyomvonalon jutott el az ember addig, ameddig eljutott. Általában el szoktak azon csodálkozni, megmondom őszintén, hogy én nem tudom, hogy ebben mi a csodálkozásnak a tárgya, hogy én eredetileg nem a történelmet mindig szerettem, de nem a történelem volt az én, hogy úgy mondjam, közvetlen tanulmányozási ágam, hanem a népmese. Tehát a népmese kutatás nyomvonalán sikerült egy műveltséget, egy műveltségkört viszonylag, hát az, hogy nagy pontossággal, ez mindig relatív. De valamilyen értelemben sikerült egy műveltségkört körbe járni, és ez elsősorban pár évtizeddel korábban ez a keleti hagyományok felé vezetett. Ennek mi volt az oka? Ennek az oka nagyon prózai volt. Hát aki népmese kutatással foglalkozik, az pontosan tudja, hogy a két világháború közötti néprajzi irodalomban teljesen általánosan elfogadott volt az a tétel, hogy a népmeséink jelképrendszere, szimbólumrendszere az keleti gyökerekkel rendelkezik. Solymosi Sándor tudom idézni, az Etnográfia folyóiratban jelentek meg azok a tanulmányai, amelyek nem magát a meséket elemezték, hanem a mesében lévő szereplőket, érdekes jelenségeket, például a sárkányt, akkor a kacsalábon forgó kastélyt, a vitézi próbát, mint jelenséget, és ezekről ő, de már akkor is megvolt a népmese kutatásban az előzmény, csak ez nagyon könnyen tetten érhető, mert hát ő elég sokat írt, és az akkori néprajztudománynak egy elismert embere volt. És hát az emberbe úgy felmerülnek kérdések, és a kérdésekre keresi a válaszokat. Mondván, ha népmeséink világában valóban ezek a keleti gyökerek megjelennek, akkor hogyan gondolkozik mondjuk egy fiatalabb ember? Hát ha megismerjük a keleti hagyományokat, a keleti vallásokat, akkor nyilván sokkal jobban fogjuk a mi népmeséinket érteni. És hát így kezdtem el foglalkozni szimbológiával, tehát ez volt az egyik olyan tanulmányi ágazat, vagy tantárgy, amit magyarra talán lefogva, tehát az a szimbólumból származik ez a szó, ezt jelképként szokták értelmezni, tehát ez jelképtannal foglalkozó kutatási terület volt, és nagyon sok tényleg érdekes, és ma is egyben lévő jelképrendszerrel, világképmagyarázó rendszerrel sikerült megismerkedni. Igen ám, de előbb-utóbb rá lehet jönni arra, hogy ami mondjuk keleti hagyományokban, tehát ilyen a hinduizmus, a buddhizmus, a taoizmus, tehát ami legkönnyebben elérhető, vagy akár csak az a jelenségvilág, amit a hivatalos vallástörténeti kutatás vagy néprajzkutatás sámánizmus címszó alatt tart számon. Tehát rá lehetett arra jönni, és ez egy nagyon jó, kellemes meglepetés és élmény volt, hogy azok a hagyományágazatok, vagy az a mondani való, ami mondjuk keleti vallásokban, vagy hagyományokban, titkos tanításokban, a legnagyobb titoktartásban fogalmazódik meg, tehát mondjuk mester tanítja a tanítványt, és ezt mindig titkosítják, az a magyar hagyományban, az a szerves egész magyar hagyomány szerves egész részében úgy jelenik meg, hogy bárki számára hozzáférhető. Tehát ami mondjuk egy keleti úton ténylegesen mondjuk titkosnak számít, az egészen egyszerűen benne van a magyar népművészetben, ha ábra világról van szó, ha pedig szóbeli hagyományról,
akkor a magyar népdalokban a népdaloknak az üzenetvilága, jellegzetes képi fogalmazási módja, vagy éppen a népmeséknek a világa teljes nyíltsággal, őszintességgel és világos képi beszéddel mondják el ugyanazt. Tehát rá kellett jönni, döbbenni arra, hogy hát a magyar népmeséknek a világa az magában a magyar hagyományban gyökerezik. Ez akkor nem volt ilyen természetes egyébként. És mivel a magyar népmeséknek a keretrendszere az egyetemes, ezért a mindenségnek és az emberségnek a kapcsolatrendszerében mi egy olyan fajta hagyományt kapunk, hogyha ebben növünk fel, akkor valószínűleg az életben nem nagyon fogunk botladozni, vagy mellékvágányukra ráállni. És ez viszont pedig az évek folyamán, hát úgy elkezdett a kutatástörténet terebélyesedni. Tehát áttevődött más területekre is. Még mindig a népmese nyomvonalán haladva, egy nagyon érdekes jelenségre szeretnék figyelmeztetni. Például a képes krónikában nem egyszer föl lehetett arra figyelni, hát az Nagy Lajos király számára írt krónika, hogy a krónikás, hát a krónikás feltételezett képviselője, vagy aki a krónikát írta, a feltételezett szerző, az Kálti Márk-fehérvári őrkanonok. Na most ez minket egyelőre hidegen fog hagyni, mert akárki írta a krónikát, teljesen egyértelműen kimutatható a latin nyelvű szövegben benne rejlő nyelvi jelenségekről. Tehát ez érthető is, ő nem latinul gondolkodott, tehát nem latin az anyanyelve, hanem magyar az anyanyelve, és magyarból, hát gondolkozásmódon belül fordítja le saját magában a magyar mondatokat latinra. És ez azt is jelenti, hogy ott egy magyar hagyományos gondolkozásmód jelenik meg, és hiába a feltételezett egyházi vonatkozás, mert akkor az 1300-as években, tehát a 14. században nem vált olyan különel sem az egyházi élet a világi élettől, sem pedig az, amit ma néphagyománynak vagy népi hagyományvilágnak nevezünk, az egész magyarság viselkedési módjától. Tehát olyan fordulatok jönnek elő, tehát hangsúlyozom, nem ez a jellemző, csak érdekességként mondom, amit, hogyha mondjuk valaki ismeri a magyar népmesevilág nyelvezetét, megdöbbenve tapasztalja, hogy a néphagyományból is jól ismert szóbeli fordulatok és szóképek köszönnek vissza. Például, amikor a mesehős hétszerte szebb és erősebb lett, miután mondjuk föltámad, na most ugyanilyen fordulatokban szoktak visszaadni. Tényleg király, amikor csata előtt második Gézára lehet hivatkozni, amikor egy hatalmas nagy megerősítés kap felülről, na most a krónikás majdnem úgy fogalmaz, ahogy mi a néphagyományból megfogalmaztuk, hogy sokkal erősebb lett, mint annak előtte volt, és szinte megújult lélekkel, örömmel indult a csatába, és hát természetesen győztes csatát vívott meg. És hol tartunk ma ebben a kutatásban? Hát a kutatást még vissza kell nyúlni a kezdeti időszakokra, mert amennyire a népmese volt az első ágazat, tehát a fő ágazat, nagyon érdekes módon mellette már megjelent a Szent Korona kutatás történet. Tehát ez a kettő, már a népmese volt az ősi, mert ez nyilván minden ember gyermekkorában már a népmesékkel megismerkedik, de amikor a Szent Korona 1978-ban jött haza a magyar Szent Korona, 33 éves távollét után az Amerikai Egyesült Államokból, akkor eleve hát volt egy olyan rövid időszak, ami hát nem is volt az egyébként rövid, tehát hosszú évtizedeken keresztül, aki a magyar Szent Koronát látni akarta, az a Nemzeti Múzeumban egész közelről megtekinthette. És azon túl, hogy tehát ilyen típusú kapcsolat is kialakult, tehát egy érdeklődés, és hát egy érdeklődés nyilván megint csak gondolatlavinákat, vagy kérdéslavinákat fog elindítani. De
lehetett érezni azt, hogy ha mi a magyarsággal foglalkozunk, a magyarság sors kérdéseivel, hát akkor a magyar szent korona egészen egyszerűen kihagyhatatlan. És hát Révai Péter koronaőr is leírja, mások is megfogalmazzák, tehát vannak egészen árpádkori források is, hogy most tömören és rövidítve fogalmazom, hogy ahol a magyar szent korona, tehát ez a megfogalmazásoknak a szellemi mondani valójának a sűrítménye, na ott van a magyar királyság. Na most azért ezek mégiscsak olyan dolgok, hogy a világtörténelemben mi nem nagyon ismerünk hasonló jelenséget olyan módon, hogy egy nép, hát ő is tudja, hogy az egy ténylegesen a Szent Koronának, amennyire személynek, élőlénynek tételeződik még a magyar jogban is, tehát a ősi alkotmányos magyar jogban, hát azért mégis van egy tárgyi megjelenése. Tehát az ember elkezd tűnődni, hogy hogy lehetséges az, hogy egy nemzetnek akár a több ezer éves sorsát, vagy éppen a legszűkebb értelemben, mert ezer éves sorsát, és akkor maradjunk ennél a legszűkebb évezrednél, ennyire egy tárgyal, amit élőnek tekintenek, élőlénynek tekintenek, tehát magyar szent koronának nevezzük, ennyire összeforrottnak érzi magát. Hát ez nyilvánvaló, hogy ez egy rendkívüli jelenség. Tehát nem lehet azt mondani, hogy más népek történetében is találkozunk hasonló jelenségekkel. És hát a Szent Koronán keresztül pedig természetesen, hát a Szent Koronának van történelme. Onnantól kezdve az, hogy magyar történelme, a magyarság történelme, a néphagyománynak a népi hitvilága, a népi jelrendszer, ugyanakkor a történelmi hagyománynak a történelmre lebontható útvonala, az egy olyan csodálatos világot nyitott fel, hogy bátran mondhatom, hogy aki éhezik és szomjúhozik az igazságra, az nyugodtan abból a szökellő forrásból, amely a magyar hagyomány forrás vize, táplálkozhat, és ha táplálkozik belőle, akkor egészen biztos, hogy gazdagabb lélekkel fog a jövő felé tekinteni. Számít az, hogy ehhez a koronához most jelenleg nem rendeltünk király? Magyar Szent Korona történetében azelőtt is volt, hát sokkal rövidebb időkre vonatkozott ez, kényszerű okokból, hogy még nem volt király. Tehát 1440-ben ellopták a Magyar Szent Koronát, és 1463-ban tudta Mátyás király visszaszerezni. Az ellopott koronával egyébként Habsburg Albert özvegye, Erzsébet királyné, még septiben megkoronázta azt a gyermeket, akit akkor hozott a világra. Na, ő az utószülött László, ő Habsburg Albertnek a fia, és hát az apa Habsburg Albert volt az első Habsburg a magyar trónon. Na most az, hogy miért lopják el a magyar szent koronát, ez egy külön kérdés. Az, hogy egy csecsemőt megkoronáznak, az valószínűleg egy sem a csecsemőnek, sem az országnak, sem az egész emberiségnek, vagy emberségnek nem tesz jót. Mert a magyar szent koronát beavató koronának tételezik, tartják, mondják és vallják. Tehát miért beavató korona? Mert a király életében csak egyszer viselhette a fején, akkor, amikor megkoronázták. Tehát se előtte, se utána. Tehát ez egy rendkívül szűk idő tartalomra vonatkozik, amikor a király fején van a magyar szent korona. És ezt a magyar szent koronát, amihez egyébként Magyarország összes szokásjoga úgy tartozik, hogy szinte benne gyökerezzik a koronában. Tehát ezt Vergőci István is nagyon szépen megfogalmazza a tripartitumban, tehát a hármas törvénykönyvben, és hát már előtte is kimutatható, és végül a három részre szakadt ország életében az akkor már kiforrott módon jelentkező Szent Korona tannak, pontosan ez az egyik eszmei alapja. És milyen jövőképet várhatunk a Szent Koronától? Hát a Szent Koronában megjelenő jövőkép az végeredményben az előző kérdésre utal vissza. Tehát, hogy mit jelent az, hogy mondjuk, ha ugyan van Szent Korona, de nincs koronás király. Tehát elnézést kérek itt a kis vágás technikai
kihagyásért. Tehát visszautalva erre a bizonyos jelenségre, hogy azért már volt olyan, tehát előfordult az, hogy valamilyen okból kifolyólag nem lehetett királyt koronázni, tehát a magyar szent koronát kiviszik külföldre, Habsburg Figyes német-római császár kezébe kerül, a csecsemő is, tehát aki majd 5. Lászlóként fogunk visszakapni, de amikor ő visszajön 5. Lászlóként, még nem kapjuk vissza a magyar szent koronát. És van egy közbőső időszak, amikor Hunyadi János kormányzói rangban uralkodik. Tehát a korona távol van, ugyanakkor az a társadalom, amit a szent korona működésrendje határozott meg, megvan, és egy kényszerű helyzet következtében nem lehetne őt semmiféleképpen megkoronázni, mert csak a szent koronával való koronázás hitelesít valakit királyá, tehát egy kormányzói áthidaló státuszban gyakorolja a hatalmát. Na most utána jön sok-sok évszázad telik el, és az utolsó magyar királykoronázás az 1916-ban volt, 4. Károlyt a Budai várban koronázták meg. Utána első világháború végét lezáró páduai békeegyezmény még teljes egészében szavatolja a Magyarországnak a történelmi határokat. Aztán egy-két év alatt olyan drámai események, történelmi viharok bontakoznak ki, hogy megint van számunkra egy nagyon rossz, negatív fordulat, és hát 1920 Trianon. És hát az ottani szerződések értelmében, tehát a Habsburgháznak megtörtént a trónfosztása, Szent Korona ugyan van, gyakorlatilag él még rövid ideig a koronás király, tehát rendkívül izgalmas a közjogi helyzet is, és akkor megint egy kormányzóság felé indul el a hatalomgyakorlásnak az útja. Kirobban a második világháború, magyar szent koronát a világháború végén menekíteni kell, tehát így kerül külföldre, így kerül az Amerikai Egyesült Államoknak a fogságába. 33 év után 1978-ban visszakapjuk. Nagyon érdekes az akkori jogi megfogalmazás, hogy kinek adja vissza a magyar szent koronát az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Most a magyar szent koronát a magyar nép kapta vissza. Tehát nem arról van szó, hogy egy hivatalhoz, mondjuk az esztergomi érsekhelyiséghez, vagy az államalakulat akkori vezetősége, hanem a magyar nép kapta vissza. Ez egyébként közjogi értelemben is rendkívül fontos tétel. És utána 2000-ben, január 1-én a magyar szent korona átkerül az országgyűlés épületébe. És ott már nem mint múzeumi tárgy, tehát ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy a magyar szent korona, akár mondják, akár nem mondják, de tulajdonképpen hivatalosan visszakapta a közjogi szerepét. Tehát mert ott van, és ráadásul egy nagyon szép és nagyon méltó viselkedési keretet biztosítanak neki azáltal, hogy a korona őrség ott őrséget áll. Tehát minden tiszteletet megadnak a szent koronának. És mivel az a törvényalkotásnak a háza, és ott van a magyar szent korona, és most már nem úgy van ott, mint múzeumi tárgy, hanem ismételten hangsúlyoznunk kell, mint aki közjogi szerepét is visszakapja. Na most viszont, hogyha a nemzet a szent korona jogait nem tudja foganatosítani, mert olyan helyzetben van, mert nem is ismeri mondjuk a szent koronában rejlő jogi lehetőségeket, mégis megnyílik egy kis kapu. Tehát innentől kezdve, aki felkeresi a magyar szent koronát, már nem úgy keresi fel, mint egy múzeumi tárgyat, hanem úgy keresi fel, mint a világtörténelemben megnyilatkozó, hát ezt mindenki tudja, világtörténelemben, a kereszténység történelmében azért nem nagyon találunk olyan koronákat, amelyeknek szent lenne a jelzőjük. Tehát egyetlen egy koronát ismerünk, ami szent, na ez a magyar szent korona. És említettem, hogy még a közjogban is
Ezt nagyon nehezen szokták megérteni, és teljesen mindegy, hogy milyen beállítottságú az illető, tehát lehet vallásos, lehet nem vallásos, valami miatt nem szokták azt megérteni, hogy hogyan lehet itt a Szent Koronát nem tárgynak, hanem élő minőségnek, élő lénynek tartani. Mivel ő a hatalomnak a forrása, mivel minden jog hozzá tartozik, tehát nyilvánvaló módon ő maga az alanya, az egész, még a sors történetünknek is, tehát nem csak a hivatalos jogtörténetnek. És hogyha a hivatalos jogtörténet is, mint alany kezeli a Magyar Szent Koronát, hát akkor lehet érzékeny, nem tárgyról van szó. Ez már viszont a középkorban a Szent Korona misztériumához tartozott. Tehát beszélnek a középkorban a Szent Korona misztériumáról is. Mert ez tényleg egy olyan jelenség, hogy nem biztos, hogy racionális úton egyből meg lehet érteni. Na most innentől kezdve, hogyha valaki megszólítja vagy felkeresi a Magyar Szent Koronát, egészen más helyzetbe kerül. És ezt nagyon szépen megfogalmazta Papp Gábor művészettörténész, és talán ez a legjobb válasz a kérdésre, hogy amikor nincsen király, tehát amikor nincsen király, akkor a nemzetnek milyen kapcsolata van a Szent Koronával? Tudni kell azt, hogy a magyar jogrendben a legfőbb hatalomat nem a király gyakorolja, ez általában más királyságokban úgy van, hogy a király tartják minden hatalom forrásának. A magyar jogrendben és a Szent Korona tanban is a hatalom az megosztott módon jelenik meg. Tehát a király és a nemzet együttesen gyakorolja a hatalmat. Na most, amikor nincsen király, és itt jön az érdekes jövő felé mutató mozdulat, és egy ilyen szokatlan, tehát az egész Szent Korona történetében, amit most tapasztalunk évtizedek óta, ez egy rendkívül szokatlan helyzet. Mert a Magyar Szent Koronát nyilvánosság elé legfeljebb alkalomszerűen, éppen az első koronalopás alkalma után állították ki Sopronba, amikor 1463-ban visszakaptuk. Tehát rendkívül rövid az az idő, amikor mondjuk a nemzet találkozhat a Szent Koronával, mert csak a koronázás napján lehet vele találkozni. Most pedig évtizedek óta, tehát 1978-ban visszajött, először van a múzeumi lét, utána az országgyűlés épületébe, tehát fel lehet keresni. Most mi történik ilyenkor? Tehát mivel nincs arra alkalmas személy a láthatáron, tehát közel-távol nincsen, ez nem zárja ki azt, hogy esetleg valahol nem lappang, vagy mondjuk éppen lehet, hogy mostanában születik, tehát minden eshetőséggel számolni kell. De jelen pillanatban úgy néz ki, hogy amúgy sem olyan a történelmi helyzet, de ha olyan lenne is, hát kit lehetne megkoronázni? Tehát van egy nagyon érdekes időszak, és a nemzet keresi fel a királyt. Vagy egy kicsit fordítva a képleten, mintha a korona szólítaná a nemzetet. És ezt úgy fogalmazták meg, hogy a nemzet koronázódik. Tehát végeredményben most egy ilyen időszakot élünk, hogy nem lehet mindenki fejére tenni nyilvánvaló módon a koronát, és nyilván nem is lenne mindenki méltó rá. De mindenki a korona közelébe kerül olyan módon, tehát jelen pillanatban, mint régen, amikor a királyokat koronázták, és ott voltak a koronázási szertartáson, de a király fejére került a nemzet jelenlétében a korona. Most viszont nem kerül király fejére nemzet jelenlétében a korona, hanem vissza lehet fordítani átvitt értelemben, hasonlatként, de ez a hasonlat, ez egy nagyon közeli valóságtartalmat kap, azáltal, hogy elvi síkon bátran állíthatjuk, hogy a nemzet koronázódik. Tehát ez a nemzedék valószínűleg méltó lesz majd a jövőre. Milyen dolga akad egy ilyen tudásanyaggal rendelkező művelődés történésznek itt Amerikában? Mivel tudod megszólítani itt a
kint élő, határon kint élő, óperenciás tengeren kint is túlélő magyarságot. Már most belekavarodtam. Hát az óperenciás tengeren és innen ugyanúgy magyarok vagyunk. Tehát ezt az otthoniaknak is meg kell érteni, és az ittenieknek is meg kell érteni. És a mi útunknak az egyik legnagyobb erkölcsi tanulsága az, hogy ne ítélkezz, ne ítélj, mert megítéltetsz. Tehát ha valaki arra gondol, hogy mindenki úgy hagyja el jelen időszakban, vagy mondjuk olyan időktől kezdve, amikor azért nem mint politikai üldözött és menekült került ki nyugatra, vagy a világ más tájára. Tehát azért ez 1956-os szabadságharc és forradalom, az a magyar népnek egy hatalmas nagy presztízs teremtett. Tehát a magyarságot megbecsülték. Most úgy tűnik, hogy ennek a hatalmas nagy erkölcsi győzelemnek és megbecsülésnek az utolsó morzsáihoz jutott el a mi nemzedékünk. Tehát a jelenlegi kortárs magyarság. És azok, akik az óperenciás tengeren túlra kerültek, úgymond népmesei nyelvezettel fogalmazva elindultak szerencsét próbálni. Tamási Áron is elindult szerencsét próbálni, mégis kiváló magyar író volt. Tehát végeredményben a próbákat ki kell állni, a világot meg kell ismerni, és vannak bizony olyan helyzetek, hogy amikor a magyarságról például most csak a legszűkebb jelenségre szeretnék figyelmeztetni, annyi valótlanság jelenik meg külföldön, akkor pontosan a hazától elszakadt közösségek hívhatják fel a világnak a figyelmét saját erkölcsi példájukon keresztül, hogy amit általában a magyarságról írnak, az inkább a rágalmazás kategóriájába tartozik, és nem sok valóság alapja van. Tehát óriási erkölcsi felelőssége és szerepe van azoknak, akik most távol élnek a hazától. Köszönöm szépen, megpróbálunk ezzel élni. Én is. Jó utat haza. Köszönöm szépen.